Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most így lehet hallani? Lehet hallani talán. És ugye a gombászoknál a megszokott a tegeződés, ugye erre a legjobb bizonyíték, ha látjuk, hogy valaki az orrunk elől a kiszemelt hatalmas vargányát, vagy valamelyik más ehető gombát leszedi az orrunk elől, akkor biztos, hogy tegezni fogjuk. Bemutató kép után, ugye, egy képzeletbeli kis kirándulásra egy fekete diófából készült hajunkba, hát gondolatba szálljon be mindenki, üljön be, és hát lássuk a medvét. Ugye a gombák birodalma, ugyanamit az életnek a rejtett titkai, hát hihetetlen útvesztőkből áll össze, és aztán hát egyik utunk is, és a másik is azért a megfelelő végeredményt hozza, tehát valahova csak kiukadunk. Általában ugye egy gombász presszóba, az a megfelelő hely kirándulásaink előtt, ahol érdeklődni tudunk, mi a helyzet gombák és egyéb világpolitikai eseményekkel kapcsolatban. Hát az első eset ugye, hogy kocsmában rögtön ilyen hatalmas nagy gombával fogadnak bennünket, és akkor hát mi is nagy optimizmussal nézünk a aznapi kiruccanásunk elébe. Hát a másik eset, hogy kedves ismerősünk, az mondjuk egy nappal előtte már le tudott utazni, és hát mutatja, hogy még három gombát hagyott az erdőbe, hát van még azért esélyünk, hogy találjunk mi is. Másik lehetőség ugye, hogy azt mutatja, hogy ebben a faluban 3 kiló az engedélyezett, ugye, és nem 2, mint ahogy hazánkban mindenhol ezt szokták súlykolni. A harmadik, hát nem tudom, a bűvös hármas mutatja, hogy hát ő találkozott egy aranyhallal, ugye jött a gombász erdőkben, ő visszadobta ezt a halat, és 3 kívánsága teljesült. Aztán még vannak különféle verziók, variációk, hogy mit jelenthet ez a bűvös hármas. Hát azt is jelentheti, hogy 3 kutya helyett most egyel őrzik a helyiek a vargányákat, mert olyan kevés van. Másik, ugye, és elég gyakori, hogy bemegyünk abba a gombász presszóba, és nem találunk semmit. Hát ilyenkor a célzó vizet meg kell, ugye, vagy célzó italokat magunkba kell hát gyömöszölni, és hát ennek eredményeként, ugye, hogyha semmi nincsen, akkor azért térdre ereszkedve azért csak van valami, kisebb gombákat azért közelebbről meg tudjuk találni, és hát egy ilyen tábla ezt jelzi, ugye, hogy itt célzó víz és célzó italok hát szükségesek. Hát ahol nincsen semmi, ott mégis van valami, általában hát ilyen, hogy mondjam, népiesen és magyarul, hát csak van egy adag szar, és akkor a szar mellé oda hát le tudunk hajolni, és ilyen nagyon érdekes gombák jönnek elő. Ezeket lehet megfigyelni. Hát nézzük csak ezeket az a átlátszó gombákat, melyek elég pirinyók, ilyen fekete gombszerűség van a tetejükön, és ezek a fekete pöttyök, ezek tartalmazzák a spórákat. De néha, még nincsenek ilyen fekete pöttyök a tetőkön, akkor még ilyen sárgázöldes. Ugye? Ja, nekem van egy ilyen sárga vagy vörös pöttyöm is, Jancsó Gábornak köszönhetően, tehát ilyen sárga pöttyök vannak, míg nincsenek fekete. Na most nézzük ezeket a dolgokat, ugye, hát Gábor előadáson is azt hittem, hogy felvilágosító órán voltam, ugye, mert volt szex, volt nedvesség, voltak illatok, mindenféle dolgok.
Hát itt is körülbelül ilyen lesz, ugye, hát itt van ez a hát, dolog, megnyúlik, és valamilyen módon aztán ez a fekete pötty, amit neki valóban el kell juttatnia, az itt ráült a tetejére, ugye visszatartja egy ilyen nyomás eredményeként, itt már dudorodások vannak, és utána ezt a fekete dolgot ugye hát kilöveli, és közben meg hát elfáradt szegény dolog, úgyhogy rajzolva így mutatták be. Tehát a csodához, a bomba csodához nem szükséges sok minden, le kell googolni. Hát ezt a magyarul mondjuk hát ilyen ürülék gombákat, ugye idegen nyelven dang fangjának ejtik, de a dang a lényeg, ugye az elefánt is megy, és ahogy hát pottyant egyet vagy kettőt, úgyhogy lehet hallani messzül is, hogy dang, dang. Hát innen kaphatta ez a, hát tudományos néven ilyen koprofil, tehát mondjuk ilyen ürülék gombák Új-Zélandban, amely könyv hát hihetetlen drága, 100 vagy 200 dollár körül van, de szerencsére az interneten ingyenesen le lehet tölteni. És ami Új-Zélandban található gomba, az azért itt is megtalálható néha Magyarországon, már nem olyan gyakran. Nem tudom, a képen látható piros belű diót ugye mindenki ismeri. Mindenki? Mindenki látta már? Hú, itt nagyon, még egy, igen, igen. És ehhez is, mert hát túléltük a dolgot. Nagyon finom, én is azt mondom, de azért úgy, azért megnézve a hallgatók zöme azért nem nagyon találkozott vele. Tehát nem egy olyan hétköznapi dolog. Egy gombász pikniken valaki, hát nem tudott főzni, de hozott egy zsák ilyen piros belű diót, és én ezt elvittem, annak idén a fiam bölcsödés volt, bocsánat, óvodás volt, elvittem másnap egy pár darabot, így feltörve is, meg töretlenül is, még egy diótörőt is eljutattunk, hogy hát kóstolják meg, és egyik meg a gyerekek a óvodában. Hát mentünk aztán másnap a fiúkért, meg főleg a diótörőjét, mert az kincs, megkérdeztük, hogy hogy is lett a dió. Hát mondták, hogy nem merték föltörni és megetetni a gyerekekkel, mert hát ugye a piros, meg festékanyag, meg mi festettük esetleg le a diót. Hát ők, a tanárok se találkoztak ezzel a dióval, illetve a óvó pedagógusuk. Hát egy évet kellett várni, utána már a fia iskolába járt, és ugyanez szó szerint lejátszódott, ugye adtuk a diót törővel, fiammal együtt, és mikor mentünk a dolgokért, akkor mondták, hogy hát nem merték megetetni ugye a festékanyag. Tehát nem egy olyan hétköznap. És képzeljük el, egy ilyen egyszerű dologgal, mint a dió, ugye, ilyen furcsaságot lehet találni, hát akkor a gombák, amelyek azért sokkal rejtettebb életmódot élnek, és sokkal, hát, még kevésbé ismertek, annál mennyi furcsaságot fogunk találni. Ezen a pikniken, hát nem csak diókkal szoktak minket meglepni, hanem az én feleségem és kedves párom az ilyen gombát utánzó étel készítményeket, hát esetünkben éppen egy, ezek ilyen fatörzsek vagy fatuskók, és akkor ott mellette valamilyen tuskó gomba, vagy tőke gomba, valamilyen gombákat lehet ott megfigyelni. Egy a lényeg, hogy az én feleségem az soha nem használ ilyen marcipánt és hasonlókat. Hát ugye, nem hallani. Na most akkor kicsit ide rakjuk. Egy ritka gomba, amely a tavalyi hát kiránduláson egy Zemplénben előjött, mindössze 0,5 milliméter, csak hát sok volt, sok ilyen pöttyöt lehetett látni, és ott a zsidó rét környékén most is kerestük, de most nem találtuk ezt a elég furcsaságot, ilyen szőrös, szöszös, apró csészegombát.
Viszont ezt a gombát sem találtuk most. Elég apró, de ezt a gombát én itt tavaly az asztalon egy ilyen zuzmóval, mohával budított kis fadarabon találtam meg. Ott van a neve, nem különösebben érdekes, inkább az érdekelne, hogy hát ha emlékszik valaki, hogy azt ő talált és ő rakta oda az asztalra. Azt mondjuk elmondhatja, és akkor mondjuk több mindent meg fog tudni róla, milyen élőhelyen kitalálta, vagy hol lelte. Tehát az jelentkezhet esetleg. Ugye Császár Galócával tavaly is, és idén is, ebben a viszonylag szárazabb időben sikeresen azért összetalálkoztunk. Nézzük meg ezt a ritkábbnak tartott gombát, mit írnak a nagy tudorok. 2007-ben azt írták, hogy a Császár Galóca veszélyeztetettségének oka elsősorban kíméletlen gyűjtés itt Magyarországon. Hát ez nagyon érdekes, mert hát olyan túlzottan nagy gyűjtéséről nem nincsen tudomásunk, vagy nem tudom, mit értenek alatta, hogy előre megfontolt szándékkal tervezik a gyűjtését, vagy pedig mást értenek kíméletlenség alatt. Adott a sárga róka gombák, hát kapaszkodjunk meg, hogy mit írtak régebben róla. Nem mondok nevet, hogy kinek a tollából jelent meg a Természetvilága újságban. Jó megoldás lehetne olyan általánosan ismert gombák gyűjtésének betiltása, mint a sárga róka gomba. Hát attól függ, hogy kinek lenne az jó megoldás, és mire. Ugye? Hát azért vigyázni kell, egyes szakemberek nagy dolgokat írnak le könyvekben. Itt van a róka gombának egy élősdi ilyen dögombája, amely megint csak ritka, hát mondjuk ennek a gyűjtésének a betiltását lehetne. Bár Magyarországon egy ember eszi és gyűjti ezt a gombát, Bársony Kornélnak a hívják Komlóról, aki hát kíváncsi volt, hogy a róka gombán növő ilyen dögombával hát ékesített gomba az mondjuk ehető-e? Annyira kíváncsi volt, hogy ő ezt megette. Igaz, Magyarországon még alig van adata, de hát ő kipróbál. Tehát vannak emberek, akik megbíznak az ismeretlenben, azt kell, hogy mondjam. Még él. Na nézzük még egy kis cikket itt a gomba védelem kapcsán. Ugye megint a 2000-es évek. A blikkóság több ezer forintos büntetésen fenyegetve bemutatta anno, hogy melyek a ritka és védelemre javasolt gombák. Három gombát mutattak be, fényképpel ugye a császárgomba, ízletes orgánya és a sötét trombita gomba. Ugye, mert olvastak valamit, meg hallottak, és akkor összerakták. Hál' Istennek azért ezek a gombák nem lettek se védettek. A császár galóca az lehet, hogy jövőre már védett lesz valóban. Valamint ilyen szöveget leírtak, hogy az e területeken, ami a tájvédelmi körzetet élnek, tehát a tájvédelmi körzetekben élő gombák gyűjtését az árusítható gombák kivételével meg kellene tiltani. De ezt nem a Brick írta le, hanem ezt megint a szakemberek írták le. Semmi értelme nincs, ellentmondás, ugye? Ha tájvédelmi körzetben élő az a gomba, és mondjuk árusítható, akkor nyugodtan lehet gyűjteni, viszont a többit azt nem lehet. Ugye semmit nem lehet más gyűjteni. Hát ez egy érdekes dolog. Mi gomba gyűjtünk, ugye a hivatal szerint természetpusztító tevékenységet végzünk. Egy picit anomália, hogy ez humorral hogy jön össze, de hát én csak nevetni tudok ezeket. Egy válaszlevelet küldtem bizonyos szervezeteknek annak idején, ahol az alföldi akácosainkban megjelenő ízletes vargányát én is támogattam, ugye, hogy szigorúan védett legyen, ugyanúgy ezeket az egyéb gombákat.
És azt írtam, hogy nagy környezeti katasztrófákat sejtett ne a Vasmegye öreg bükkösei helyén, mondjuk homoki szarvasgomba, vagy akácpereszke jelenne meg. Azt is írtam, hogy a kelleméri mósokon álszőlőcsögök, illetve a zempléni völgyekben pedig kalapos pöfetek találnák. Na most a legutolsót vissza kell vonni, ne csodálkozzon senki a zempléni völgyekben, megjelenik ez a kalapos pöfetek, amelyek ilyen homokos, inkább homokpusztai területek gombája, majd kiderül, hogy miért nem kell csodálkozni. Egy kis kitérő, hogyan is lettem, miért lettem gombakedvelő, meg gombaőrült. Balatonon a 20-as években az én nagyszüleim vettek egy területet, és fölépítettek egy házikot. És aztán később hát ezt megszüntették, ezt meg a lehetőségét. 1989-ben hát elvette a magyar állam, illetve a balatonpoglári önkormányzat ezt a vízparti ingatlan. És ezt valahogy ki kellett, vagy át kellett magamban mindent értékelnem, mert az összes létező szabad időmet én ott töltöttem. Minden esetre itt mutatok mondjuk 2010 körülről egy ilyen partmenti platánsort, mint egy ilyen ős mese platánsor, és itt van egy kép 29-ből, amikor ültették, így nézett ki. Hát aztán ugye a 30-as, 40-es években voltak nagy hóviharok, és a Mária laknak nevezett hát házikó volt az én, hát volt időszak, mikor az állandó otthonom. Tehát a hóból aztán úgy kellett kiválni még a nagyszüleimnek, illetve hát a ottani lakosok. Még aztán voltak esős időszak, amikor árvízszerűen kiöntött a Balaton is. Hát aztán, hál' Istennek jött a gyerkőc is, ugye, és hát azért elvette az időt sok mindentől. És annak idején, mikor megszületett, akkor elmentem Bükszentkeresztre, ahol ez az egyetlen egy vargánya volt, ugye ne cseréljük össze, itt ő a vargánya, a fiam, és hát oda raktam mellé a képet, az egy hatalmas nagy vargány volt, az egy gomba volt az egész erdőben. Kiküldtem egy francia ismerősömnek, aki egy galóca specialista, azt visszaküldte azzal a felirattól, hát mégis erről a kicsiről mit gondol. Hát ő betett egy ilyen photoshoppal egy másik vargányát oda, kezé közé. Hát aztán elég vegyes időszakokat éltünk át, hát sokszor kellett itt fölrakni a csapadék térképet, ugye, a nulla mindenütt, de ezért jöttek akkor is érdeklődők, hogy nulla csapadéknál még milyen gombák jönnek elő, hát ha gombák nem is, de azért ilyen százszor szépségeket lehetett megtalálni, és pont ezek a ilyen csapadék szegény időpontok mutattak meg olyan ilyen biológiai változást, illetve kényszert, amikor lemezes gombák, pöfetek fél évé hát, alakulnak át, és akkor úgy jelennek meg. Itt egy olyan pöfetek féle van, ami valójában egy galangomba. Itt vannak a lemezei, itt van tönkszerű képződmény, vagy itt a tönkje, és hát azok a lemezek való itt még fölismerhetők lehetnek, de körülbelül itt. Tehát bizonyos időjárás hatására ezek a gombák nem tudtak volna lemezes, kalapos gombaként spórákat, érett spórákat létrehozni, ezért ilyen zárt termőtesteket alakítottak ki, és hát ezeket a zárt termőtesteket ilyen pöfetek-szerű termőtestnek nevezzük. Homokon elég ritkán egy dezertórum, ami sivatagi jelzőt
jelentene, egy ilyen Desertorum névre hallgató gomba jön elő sokszor. Ezeket úgy nevezett, hát csúnya szót mondok, ilyen szekúcióid típusú, hát ilyen pöfetek, féléknek nevezzük, amik mégis átmenetek lettek a kalapos és a pöfetek félék között. Hát betettem egyszer egy gombász fórumba egy ilyen képet, ahol Magyarország egyik legnagyobb, általán legnagyobb gombászat tartott kollega, hát nem a fórumba, hanem magánlevélként rögtön írta, hogy ez valamilyen ilyen szekócióit ritkaság, holott ugye ez a gomba, ez nem gomba, hanem ez egy termés. Minek a termése? Most átvert ez megint Kárászon, így jártam, de kicselezem én akkor is, bár nem tudom kicselezni. Nézzük a termést. Trombita folyondárnak, igen. Ugye értes fiataljaink, ugye hát sok mindent megéltek már, vének tanácsába is majdnem beszedték őket, és néha annyit olvasnak erre a trombita folyondáról, hogy olyan hangulatjavító, ami igaz, csak halálosan mérgező a főzete, tehát az óvatosan. Nem csak ennek, hanem a termésének is, tehát azért. De különösebben a földalatti gombák is az ilyen pöfetekszerű gombákhoz csak hasonló a termése. Viszont itt van az említett kalapos pöfetek, amelyet Tordason, ugye a gomba oázisnak tavaly bejelentett, bemutatott ilyen területen, tehát gomba relaxáló, gomba pihenőhelynek kijelölt terület, ahol aztán sok gomba nincsen, ott megjelent most. Na, ha ez megjelent, akkor azok a spórák, azok az én testemen is hiába mosakszom, hajszám, valahol egy pár megjelent, és mivel itt vagyok, ezért én hozom a spórákat. Tehát mégse jelent ökológiai katasztrófát, hogyha itt valahol kalapos pöfeteket jelent, vagy talál, és jelez, hanem azt jelenti, hogy ezek a spórák valamilyen módon, hátizsák, hasonlók, ide kerültek. Úgyhogy vissza kell vonnom. Egy ilyen rusnyaság, amelyik valójában egy olyan pöfetekféle, ami a titagombák nem rendszertetés vagy rendeltetésszerű megjelenése következtében alakult ki. Tehát ez végül is egy titagomba, de egész máshogy szórja a spóráit, mint a lemezes gombák, tehát egy ilyen furcsaság. Tehát ez egy ilyen kalapos pöfetek. Itt néznek ki a spórái. Erről csak annyit kell tudni erre a gombáról, hogy ugye a Pallas lexikonról hallottunk, a nagy lexikonról. Pallas 1777-ben Agaricus radiosus néven lerajzolta. Tehát ez ugyanaz, mint az előbbi kalapos pöfetek. Tehát már a 18. században lerajzolta Pallas. Ez egy hagyma. Tehát ez nem gomba, ez egy hagymának a Oroszországban járt, és akkor ott lerajzolta ezt a gombát. Hát a homok területek, száraz területek gombái után az ember szeretne mondjuk ilyen trópusi területek gombáiról is, hát nem túl vastag pénztárcával, hát valami képet kapni. Nagyon egyszerű a dolog, el kell menni ugye üvegházakba, melegházakba, és ilyen trópusi gombákkal ott találkozhatunk, hát az állatkertben például ott készült ez a felvétel, hát nézzük, mi van az állatkertben. Hát nem is kell menni az állatkertbe, mert trópusi időjárásnál magas páratartalom, magas hőmérséklet, Albert Laci szerint úgynevezett 9 órás gomba, mert 9 óráig lehet ezt a gombát megtalálni, pusztai álkérész gomba neve, amelyik szintén ilyen szekócióit, hogy nincsen valódi lemeze, és más a pöfetek félékhez közelebb állna esetleg.
ez a pusztai átérészgomba, tehát rövid ideig él, és hát 9 óra után már olyan erős a napsütés, hogy akkor már általában el szoktak tűnni. De azért lehet árnyékos helyeken megfigyelni. Hát ha petetek féle, akkor ugye vannak az áltriflák, és van neki egy ilyen élősdie, ami azért nagyon hasonlít egy, mondjuk egy csigára is élősdi tinorúval, hát az a feje éppen, és hát azért hasonlítanak ezekhez az állatkerti jószágokhoz is. Ugye itt van mondjuk a tinorú, és akkor hátul a cipelnivaló. Hát de van élősdi kígyógomba is, ugye? Itt van a tinorú, és ez az élősdi kígyógomba milyen sok fejjel rendelkezik. Vannak ugye az óriás pöfetegek, amiről most egy titkot fogok elmesélni. Itt írják, ugye? Megfigyelő központjai, ugye? Most a Snowden nevű úriemberről, ugye utána a oroszoknál, hol itt van, hol ott Amerika szeretné azért kezelésbe venni. Itt van, ugye egy kis kép, ugye, hogy még a WC ülőkén is, hát mindenféle lehallgató készülékek. És hát ugye azért ezek a lehallgató készülékek, benne vannak a gombákban, főleg az óriás püfetegekben is. Dániában készült, azért nem lehet egy rossz kis kertecske, ahol azért teremnek ilyen lehallgató készülékek. Nézzük csak meg, hát azért kinézünk, és azért nem kell hát messze menni a gombákért. Hát ez már magyarországi terület, egy egész lehallgató bázis, ahogy elnézem, hatalmas mennyiséggel. Ugye, hogy itt a bizonyíték, hogy a gombák szintén lehallgató készülékek, ilyen fülek vannak ugye a fákon is. Vagy ez a mikrofon, ugye, egy fattyú kucsmagomba, ez is. Mindent lehallgat, amit nem szeretnénk. Nézzük a légyülő galócát. Alaposan meg kell figyelni egy ilyen varázskört, vagy boszorkánykört. És ha alaposan megfigyeljük, akkor ott van. Ugye? Hát erről a telefonról nem is beszélve már, ahol itt külön fül van méretezve mellé. És a gombavizsgán, szakellenőri gombavizsgán hozott valaki egy ilyen tortát. Hát szerintem ez a Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatalnak a tortája, ahol itt figyeltek minket, hogy hogyan vizsgáztatunk. Hát megint csak ugye a szokásos kis tábla. Figyelni kell, ugye, figyelni kell, hogy melyiket vesszük le, mert véletlenül rosszul nyúlunk, és mondjuk ezt tesszük be a konyhai kosárba, akkor mondjuk nem biztos, hogy jó étel fog készülni belőle. A gombák, ugye vannak olyan gombák, amik egyszer sem ehetők, ha megfordítjuk, akkor elárulják a nevüket. Ugye deres tapló. Van egy másik, ami megint csak elárulja a nevét, farkas tapló. Hát megfelelőt kell ráírni alul, és akkor jó. Hát vannak olyan gombák, még az előző is. Ez a gomba például egyszer ehető, mert olyan keserű, hogy többször mondjuk, akkor nem fogjuk megismételni. Hát ez a gomba családért egyszer sem ehető, ugye? Ha kihulajtotta a spóráit, ha nem, akkor sem. Ugye?
hát aztán örök gombászmezőkön lehet azért tanulni, bár egyelőre ott nekem csak ismerőseim oktatnak, úgyhogy én még nem tervezem ott a oktatást. Na. És ugye magyar nyelven is írtak erről a vakmerő Bastian doktorról, aki azért amellett, hogy gyógyította a gyilkos galóca mérgezetteket, ugye saját magán kipróbálta, hogy milyen a hatása nem csak a gyilkos galócának, hanem a saját magától elkészített gyógymódnak. Na most a svájci tévénézők azért nézhették, hogy egy gombás pástétomot milyen módon fogyaszt el, és a gyilkos galócából készült ez a gomba pástétom. És hát túlélte, ebből könyvet is írt, és hát nem lett világhírű, azért ezt nem mondanám. De itt jó ízűen fogyasztja a 60 grammot, ami azért tehát elégséges egy embernek a halálhoz. És itt írta meg a könyvében a túlélés lehetőségeit, és ugye a németek, mert Németországban is gyógyított gyerekeket, akik ették a gyilkos galócát, németek Nobel-díjra akarták javasolni, de hát nem fogadták el. Hát ugye akkor mit tehetünk ilyen esetben? Hát inkább együnk olyan gyümölcsöket, amelyek mondjuk nem tartalmaznak jelenlegi tudomásunk szerint semmiféle méreganyagot. Vagy pedig hát hallgassuk az előadásokat, hát ha valami jót tudunk meg, és a professzorok előadásai a leglényegesebbek. Ugye Rimóci professzor még köztünk van, Mózer professzor már nincsen köztünk, és Pödel professzor is még köztünk van, csak ő Ausztriában él. Mózer professzorra annyit el kell mondani, hogy szeptemberben talált a bécsi erdőben kucsmagombát, azért azt nem sokan mondhatják el magukról. Hát látjuk, hogy Rimóci professzor egy kicsit már beöltözött, már téliesre vette az időszakot, viszont a gomba szakellenőr vizsgán, hát ő eléggé fázékony, hát ugye a vizsgázó pedig hát gyöngyöző homlokkal, szinte egy pehelynyi kis zakóban, hát közel sem mondhatja el, hogy ő fázna. Nem tudom az okát, hogy mi lehet. Viszont itt van a vizsgaanyag, hát kellőképpen hát méregeti és hát nézegeti a gombákat. Aztán, hogyha elvégezte sikeresen a levizsgázott, ugye a gomba szakellen, akkor már akkora ász lesz, hogy egy ilyen bódéba bekerülve, ugye letérdepelnek előtte a kirándulók, hogy mondja már meg, hogy milyen gombától fogunk mondjuk meghalni, vagy mit ehetünk meg. Már rég volt. Ezek az Európa Uniós gombavizsgálók, hál' Istennek, már nem működnek, mert azért ablakot nem lehetett nagyon kinyitni. Víz annyi volt, amit a adott gombaszakellenőr úr magával bevitt, de azt is arra vitte, hogy megegye, vagy megigya, és nem arra, hogy kezet mosson. Tehát ugye itt van Kis Attila, egy nagyon képen, éppen élvezi, hogy csak 40 fok van itt a dolog van, és hát nem készült másik kép, de valóban nagyon szegényes volt ennek a berendezés, ennek a gombavizsgálónak. Ugye a megvilágítás. Volt benne, Marika, villany? Volt. Víz az nem volt, ez nem kell, villany. Úgyhogy ezek után ugye szükséges a gombavizsgálóknak ilyen mobil gombavizsgáló hát berendezéseket létrehozni, ezért én egy ilyet alkottam, még nem fogadták el, de látjuk. Viszont vannak, akik már ezzel pályáznak, ilyen emeletes gombavizsgálóval, úgyhogy lehet, hogy azt inkább elfogadják. Itt a külső azért az sokat számít, ugye fényes legalább. És egyszerre két gombavizsgáló is tud benne működni, bár víz ebben sincs. De ez a felirat, ez benne van, úgyhogy
azért kellőképpen vonzza a klienseket. Ugye a sok hasonlóság, ugye a mérgező, vagy az ehető fajok között is, hát nézzük most a gombák, hogyha nem étkezési szempontból nézzük. Ugye teljesen olyan, mint egy... mit ez? Csak azt mondja, hogy kérem, hát nem olyan, mert annak ugye hat ujja volt. Ugye nézzük meg? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát kettő széllen, és akkor itt ez 6. Na de ha megnézzük alaposabban a szobrot, 1, 2, 3, 4, 5, és itt a hatodikat elvitték már, majd jönnek vissza a sötétbe, majd elviszik az egészet, de hát azért ugyanolyan a tenyerünk. Jártam mostanában szigeten. Ja. Madárcsék már elvitték. Hát ugye elég érdekes tavaszunk volt, hol hó esett, hol pedig meleg volt, méghozzá igen meleg, hol ilyen jégkristályokat láttunk, hol pedig elolvadt a hó. Nem tudtuk eldönteni, hogy melyik autóval menjünk gombászni, ugye, télies időszakban ezzel lehetett menni, szarvasgombákért főleg, és ott voltak ugye a hóban a szarvasgombák, kilógtak. Egy szépséghibája van, hogy a nyári ratilalom volt télen, de hát azt mondtuk rá, hogy téli, és akkor lehetett, ha volt engedélyünk. Vagy pedig inkább a szarvasgombák helyett szarvas bogarakat fényképeztünk. Hát aztán lehetett ilyen télen termő valódi szarvasgombákat találni, illetve nagy termetű gombákat. Ez biztos, hogy méreganyagot nem tartalmaz ez a gomba, maximum elolvad, mire haza visszük. Ugye különleges járgányokkal járnak a gombászok, hát van kétkerekű, van aztán ilyen járgány is, ugye, ami ki kell egyensúlyozni, mert hát valahol elmaradt a kerék, az erdőben valami árokban hagytuk. De nagyon sok gomba fér ezekbe a járgányokba. Ugye. Aztán mivel különleges időszak volt, tehát nyáron volt télies, akkor lehetett hóembert építeni, illetve aztán lehetett ilyen vöröses színű hóembert is találni. Ott van répa orra is, meg a paradicsom embernek. Annyira bolond időjárás volt, hogy már egyszerűen mindenki megbolondult. Ugye? Tojás állapotban nem sikerült lefényképezni, de ez nem az én képem. És szegényt ott hagyta, ugye? Szegény hogy nézi, hogy most mást becéznek? Hát pórulját a kicsinke. Ugye a megszokott színű vakond helyett is fehér, albinó vakondot hát tett valaki elé a természet. Úgyhogy itt aztán csak csodálkozni lehetett. Sőt, hát olyan problémákkal szembesültünk, mint szegény pifkutya, aki egy fodrász szakmájával, hát igencsak furcsa. Ugye, hát itt sok mindent nem tudott volna igazítani a fejeken. Börzsönyi gombásztáborok, Váci gombatanfolyamnak a kirándulása, megbeszélt időpont, megyek vissza, hát nem sokan voltak, ez nem ember, ez egy szemetes, de viszont itt volt valaki. Itt volt valaki, és megyek oda, hogy most többiekkel mi van, kérdezném, és hát ugye akkor mondták be ott a rádióba, tévébe is, hogy ott a szup fölött, ott állítólag medve bejött, többen látták. Most ez nem volt igaz, ez, szóval az egész kitaláció, de lehetett volna az igazság. Ilyenkor mit kell tenni? Ugye látjuk a medvét, keresni gyorsan egy gombász boszorkánykört, és halottnak tetetni magukat, és ugye a boszorkánykörökben, ha gombából van, akkor lehet kívánni egyet, és akkor hát kívánok mindenfélét medvével kapcsolatban, hogy hova tűnjön. De hát inkább akkor azt kívánjuk, hogy egy ilyen százszor szép
társaságába kerüljünk, mert hát akkor a medve nem foglalkozik velünk. Megesküszöm Judit, hogy átraktam és kiraktam ezt az összeset, és valaki még visszavarázsolja. Nem tudom miért. Kárászi Gomba Fesztiválon legalább 6 képnél, pedig csak 2-be raktam ott is be, ez a kis pöttyögezett ilyen unaloműző jött elő. Tehát most már láthatjuk, megint csak trópusokra visszatérünk. Nézzük a trópusi erdőket, esőerdőket, egy ilyen banánfával, meg különféle. Különféle exotikus növényekkel, hát ebben vannak ugye a trópusi gombák. Ezeken a gombákért el kéne utaznunk mondjuk Togo, vagy Brazília, vagy hasonló helyekre. Bemutatom a világ legbátrabb gombászát, aki még az állatkertben, az oroszlán barlangba is bement a gombákért. Mondjuk már lehet itt a következő képen látni, hogy egy ilyen lexifal főleg itt visszatükröződik, tehát azért nem engedtem volna én sebe. És egy kicsit lassúbb jószágokkal is meg kell azért a gombákért küzdeni, amelyek azért egyre közelebb jönnek, ha embert látnak, kíváncsiak ők is. És ilyen helyeken nőnek például fülőkék. Hát ilyen fénylő fülőkének is nevezhetjük ezt a csoportot. Ez a gomba, ez Hawaii gomba, gombái könyvben is benne van. Itt van, itt a neve. Hát ilyen luxuriáns, tehát ilyen fénylő. És nem csak ez a gomba szerepel benne, hanem egy csiperke féle is, amelyik ilyen megsárgul, és természetesen ez is szerepel az állatkerti látogatásnál, tehát ezt is megtaláltuk. Itt vannak ezek a csiperkék. Itt még eltakarja ugye a lemezeit a gallér. És azért sokkal olcsóbb, bár nem olyan túllőtt rá, vagy olcsó az állatkert, de sokkal olcsóbb, mint hogy elmentünk volna Brazíliába, ezekért a gombákért, és akkor éppen nem nőnek, mert szárazság van ott is. Országos gombász találkozó, ugye Auer Péter szemmel láthatóan egyetértésben van egy gombász kollégával. Felirat, merre jutunk ki az erdőből? És ugye Péternek mindig igaza van, esti tábor tűzre éppen befutott, na ugye, hogy arra is ki lehetett? És igaza volt, igaz, hogy a tábor tűznek már majdnem vége volt, már alig volt, de befutott, tehát arra is ki lehetett jutni az erdőből. Egy rövid történet, csak két völgy, ez az országnak a nyugati határ szélén van, két völgyben szoktunk minden ősszel egy 3 napot eltölteni, hétvégét, és annak idején Auer Péter volt az egyik társunk, Kocuba Józsi a másik társunk. Hát egyik évben egy hölgy volt a negyedik társunk, már nincsen közöttünk, következő évben egy férfi gombász társunk volt, ő sincsen közöttünk. A harmadik évben is elvesztettük aztán, aki mellénk ült, úgyhogy hát félve tippeltünk, hogy ki fog mellénk ülni a negyedik évben. Átrendezés volt szerencsére, úgyhogy 3 embert tettek mellénk. Köztünk vannak még, ugyanúgy a Kutkai Erzsike is köztünk van, úgyhogy az átok megtört, valaki megtört ezt. Krutkai Erzsike a csillaggombáknak a nagy királynője, nagy foglalkozója, és valószínűleg a pókoktól nem félhet, mert az egyik csillaggombá teljesen ilyen pókokat utánoz.
elküldtem neki egy ilyen csillagomba jellegű képződményt, mondtam neki, hogy eper vagy szamóca illata van erősen. Mondta, hogy spórát küldjek, hát még éretlen példány, még zöld lehet látni, hát a balkaspórát. A zöld szín a gombáknál nagyon sokszor nem csak azt jelenti, hogy meghalunk, ugye egy gyilkos galócánál, hanem azt is jelenteti, hogy ha valaki elfogyasztja, akkor lehet, hogy egész furcsa élményei lesznek. Hát vannak ilyen szemétgombák, amelyek ilyen kékezöldes kalappal rendelkeznek, elég ritkák, ne együk meg lehetőség szerint, nyerse meg még inkább ne. De hát elég aprók, tehát nem szoktuk ezt betenni. Ugyanúgy a badargombák közül ilyen kicsi apró barnákat, melyek elég ritkák, de azért vannak. És hát úgy is nevezik másut, hogy varázsgombák, tehát azért van hatásuk. Az érdekes, hogy az ilyen rombuszos, de viszonylag kerekded alakú spórákkal rendelkezők azok inkább Dél-Amerikába fordulnak elő, úgyhogy Isten tudja, hogy ez milyen badargomba. Vannak aztán ugye a róka gombák között ilyen gyönyörű illatos róka gombák, amelyek hát láthatóan azért nem egyesével teremnek. És itt a lehallgató készülék, ugye, tehát figyelnek minket, a gombák is. Hát, ezen gombatömeg kapcsán jutott eszembe, hogy most mit jelenthet vajon ez a tábla? Nem szabad ráülni esetleg? Vagy van másra gondolnak? Hát megfejtéseket oda lehet a... Például, igen. Az. Hát esetünkben itt vannak az újabb mikrofonok, a pusztai kucsmagombák, amelyek utánozzák ezt a kis homokdombot, amelyet ugye ilyen jószágok alakítanak, különféle rovarok. És hát ugye ezekből idén nagyon sok termett a pusztai kucsmagombákból bizonyos helyeken, és ahol meg szokott teremni, ott meg egy darab se. De hát ilyenek a gombák. Nézzük a hasonlóságokat, egy régi könyvben, itt le is rajzolják, és mint magyar kucsmagomba írták le. Ugye ilyen fehéres, szürk és fehéres a süvege. Teljesen olyan, mint ez. Vagy hát szóval ilyen is lehet, ez nem Vladimir Ilyics, hanem egy botanikus, az állatkertben van, de emlékeztetett erre a képre. Hát vannak ilyen tetszés nyilvánítások, ugye egy kart így fölraknak, és akkor így jelez a kézzel, hogy ez nekem tetszik. Tudományos néven azt hiszem lájkol, valami ilyesmi, nem tudom, nem vagyok Facebook tag, de ami hasonló. Hát nézzük ezt a tetszést. Hát általában, hogyha egy kosár gombát fölraknak, akkor egy ilyen kéz szokott lenni. Na most én nem kezet találtam kineki, hanem itt van fogakkal. Remek, jó volt, ez egyszeresen tetszik. Na most nézzük, két adagnyi kucsmagombára legalább kettő tetszésindex jár, ugye? Egy-kettő. Most vajon három tetszést mi váltja ki? Nem három kosárat, az... Nézzük, ilyen triumvirátus három vargánya. Vagy három ilyen pompás tinorú, amelyik hasonlít a királyra, de ez más színeződés mutat. Vagy pedig, ugye, ez is három, egy tönk, kettő tönk, három tönk, itt van, három kalap, csak össze van nőve. Vagy pedig még okozzuk kardos lepkéből három. Hogy általában el szoktak ezek menni, nem olyan egyszerűen fényképezni. De bocsánat. Igen. Hát vajon ennyi tetszést mi válthat ki? Valami tipp? Előadás. Nézzük meg, itt vannak. Hát ez már így lehet. Hát
ennyi vakon nincs a földön, az már egy egész építkezés. Úgyhogy ezt megoldottam egy ennyivel. Még nézzünk azért a leglényegesebb, és mindig higgyünk a gombavizsgálóknak, és ha nincsen akkor a tudásunk, akkor azért vigyük el, és vegyük komolyan a gombavizsgálatot. Már nincsen sok kép, két-három kép lehet, úgyhogy... Ez tényleg, én ellenőriztem, hogy ez a pöttyögedettség egyetlen egyszer ne legyen benne. Hát nem jött össze. Tehát fogadjuk meg az intelmeit, minden szavát a gombavizsgálónak. Leszállás csak a hátsó ajtónál. Ugye? Tehát mindenképpen higgyünk a gombavizsgálónak, és amire utasít minket, azt tartsuk be. Tehát ha azt mondja 20 perc főzés, akkor ne csak 18 percig főzzük. Na nézzük miért. Ha nyersen eszünk gombát, például ilyen kucsma gombákat, akkor probléma lehet. Még akkor is azért, ha van egy külön bejáratú ilyen motorunk. És a nyersen fogyasztott gombánál, például a sítakét fogyaszt valaki, akkor ilyen allergiás tüneteket vált ki egyeseknél, amilyen zebra csíkozottságnak neveznek. És egy gond van, hogy magyarországi allergiológusok ezt a cikket biztos, hogy nem olvasták, tehát egész más irányba fognak keresni dolgokat, és amúgy is kellemetlen strandidőben mondjuk ilyen csikkozott bőrrel megjelenni. Hát nagyon fontos, hogy mit tegyünk az ételekbe, főleg a gombával ízesítjük az ételeinket, mert azért nem mindegy, hogy most mi lesz a étkezés vége. És köszönöm a figyelmet, és köszönöm Juditnak, hogy itt lehettem.